A megfelelő nyári bőrvédelemmel megelőzhető a bőrrák, de az öregedés nem, legfeljebb kicsit lassítható. A sok káros napsugár akár egy nyár alatt is okozhat olyan bőrtüneteket, amik befolyásolhatják a látható kort. Ránc, értágulat és pigmentfoltok, hátterükben jó részt a napsütés áll. A fényvédelemmel ezek kialakulásának kockázata is csökkenthető, de így is előfordulhat az arra hajlamosaknál. Például fogamzásgátlót szedő nőknél, kismamáknál, vagy bizonyos gyógyszert szedő betegeknél. A legegyszerűbb, legolcsóbb otthon megpróbálható kezelések olyan dermokozmetikumok, amelyek halványítják a pigmentfoltokat. Érdemes ezeket bevetni. Nem biztos, hogy egy türelmetlen nő elég gyors javulást észlel. Ha szeretné meggyorsítani a javulást, akkor érdemes elmenni körülbelül szeptember-október tájt bőrgyógyászhoz, aki különböző hámlasztó vagy lézeres kezelésekkel hatékonyabban meg tudja gyorsítani a pigmentfoltok halványodását. Mire jó még a hámlasztás? Ha például kialakultak az arcon kis száraz foltok, vagy kezdenek mélyülni ráncok, akkor szintén egy felületes bőrfrissítést hatékony, általában középmély orvosi hámlasztással meg lehet frissíteni. Fontos azonban, hogy ezeket a kezeléseket csak szakorvos végezheti el. Nem egy bizonyos anyag jó mindenre, hogy kinek milyen típusú problémájára, melyik anyag lesz a megfelelő, azt hogyan kell használni, ehhez szakorvos kell, olyan bőrgyógyász vagy plasztikai sebész, aki ezen a területen képzést kapott és tapasztalatot szerzett. Tehát nyilván köztudatban van, hogy hialuronsavas kezelésekkel sokat lehet szépülni, és sok hibát vissza lehet csinálni. Itt egyet szeretnék kiemelni, csak szakorvos végezhet ilyen kezelést, méghozzá bőrgyógyász vagy plasztikai sebész. Ha kozmetikus megszúr valakit, 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható kuruzslás vétségét követi el. Tehát aki a bőrét, ami a legnagyobb szerve, az összes közül szeretné óvni, szeretné szakemberrel kezeltetni, akkor orvoshoz forduljon, amikor injekciós kezeléseket gondol magának. A szakember azt tapasztalja, a térségben ma már sokkal többen és sokkal tudatosabban használják a fényvédőket. Nem csak a sok éves szakorvosi kampánynak köszönhető ez, hanem annak is, hogy szinte társadalmi elvárás lett a makulátlan, egészséges bőr.